Lendó Ildikó és Székes Sándor, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na hát mit szólnak a tegnapi nap eseményhez? Vegyük először talán a mai napot, akkor inkább már a mai napra várató 500 000 kínai vakcinát. Mit gondolnak erről? Mennyire jó hír ez, hogy érkezik? Önök mit gondolnak? Beoltatnák magukat ezzel, és hát mi várható egyáltalán? Hogy jó híre vagy nem, az most fog kiderülni. Én egyébként érintett vagyok annyiban, hogy lassan majd jön az én korosztályom, tehát nyilván döntésre kell jutnom. Én akkor lennék viszonylag nyugodt, nem, teljesen nyugodt akkor lennék, hogyha uniós tervek által engedélyezett vakcina lenne. Viszonylag nyugodt, ez a következő fokozat, akkor lennék, hogyha tudnám, hogy a magyar szakemberek teljes mértékben, alaposan és függetlenül tudják megvizsgálni. Ez az orosznál úgy tűnik megtörtént, tehát arra hajlamos vagyok, meg különben is lehetett olvasni, nem általam, de mondják szakfolyóiratokban, hogy az körülbelül azonos az egyik már engedélyezettel. A kínaival se az a problémám, hogy kínai, egy csomó kínai van rajtam nyilván, meg nyilván besedegetünk kínai gyógyszereket is, anélkül, hogy tudnám, hanem az, hogy a kormány olyan rendeletet hozott, amely szerint gyakorlatilag széjártó dönti el, és nem az illetékes hatóság, hogy egy vakcina adható-e Magyarországon vagy nem, mert ha ő kiadja a papírt, hogy külföldön már ennyi meg ennyi emberen kipróbálták, akkor a magyar hatóságnak kvázi kötelessége engedélyezni. Na egyébként ez az, ami nem nyugtat meg. Meg, mert tulajdonképpen ugye ez egy kormányrendelet, amiről beszél, amit kiadott a kormány, de éppen ezzel egy időben, vagy szinte ugyanazon a napon az UGI engedélyezte, ugye azt mondták, hogy jártak is Kínában, megnézték magát a vakcinát is, legalábbis az UGI ezt mondta, és aztán így engedélyezte. Hát én éppen a tegnapi hírekben hallottam, hogy még hátra van, hogy valamilyen engedélyt ki kell adniuk. Ez sajnos, ahogy most itt nem vitatkozunk, csak összerakjuk az információ cserepeket, mint csebben a tenger mutatja, hogy zavaros információk jönnek. Hát ha tegnap hivatalosan azt mondta, ha jól emlékszem, a tisztifőorvos asszony, hogy még akkor valamilyen hazai nem tudom micsodát vizsgálnak. Mert nem csak az UGI-nek kell, hanem a Népegészségügyi Központnak is, tehát több van, de az UGI... Több lépcsős az ellenőrzés, igen. Több lépcső van. Minden esetre, hát tegnap itt volt Pusztai Erzsébet, pont beszéltünk vele, igen. És azt mondta, hogy attól, hogy jön ez az 550 000 vakcina, az nem azt jelenti, hogy itt mától vagy holnaptól ezt el lehet kezdeni. Magyarán még valamit mert csak kell csinálni. Még vizsgálni. Igen. És még nyugodtabb lennék, ha nem volna ez a kormányrendelet, mert ugye ez azért bezavar, hogy akkor most mit vizsgálnak, mit kell vizsgálniuk, mi nem. És a legnyugodtabb meg akkor lenne, ha a miniszterelnök egy árva büdös szót sem mondana arról, hogy ő mivel oltatja magát, és mit vár, és milyen határidőket várna, mert akkor nyugodt lennék a magyar szakemberek zavartalan munkája felől is. Úgy érzi, hogy befolyásolja esetleg őket? Erre célzott gondolom, igen. Az egész járványhelyzettel kapcsolatban, ami nem csak Magyarországon, hanem az egész bolygón van, szerintem az egyik legkárosabb dolog, ami történt velünk, ahogy ezt én szoktam így fogalmazni, hogy eltűntek a tények. Tehát, hogy annyi információ van, és jellemzően ezek egymást nem kiegészítik, hanem vagy homlok egyenest ellent mondanak egymásnak, vagy csak megkérdőjelezik a másik igazságot, hogy ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani erről a helyzetről, hogy most akkor itt mi az igazság? Mi az igazság? A szakértők, de itt mindenféle álláspontok vannak. Én ebben az ügyben azt tudom mondani, hogy oltakozás ügyben, hogy azt mondom, hogy be kell oltatni magunkat azokkal a oltóanyagokkal, amiket beszereznek és hoznak, és te azt gondolom, hogy nem tudunk más tenni, mint hogy megbízunk nem csak hogy a magyar államban, meg a magyar orvosokban, de hogy abban is, hogy a kínai orvostudomány és hogy az orosz orvostudomány, és természetesen az európai és bárki a világon, az nem csinál olyat, hogy olyan szert küld a nyakunkba, ami esetleg nem, ami kárt okozna, vagy nem. Hogy a dokumentációt hogy, miért nem nyújtják. Igen, be tehát hogy ez egy borzalom, amikor egy kormány ebbe elkezd kavarni, pláne a magyar kormány, aki minden statisztikát megkamisít a béreken át, a munkanélküliségen át, a gyakorlatilag mindenen át, és akkor nem tudjuk, hát csak reménykedni tudunk, hogy ebben nem.
mert nincs más út, tehát hogy ez tényszerű, ezt nap is többször elhangzott a parlamentben, hogy be kell oltani magunkat. Lendvai Ildikóhoz, és aztán áttérünk a tegnapi napra. Az nem nyugtatja meg esetleg, hogy Szlávik János azt hiszem éppen tegnap mondta azt, hogy kiderült volna már, hogyha baj lenne a kínai vakcinával, hogyha jól emlékszem, azt mondta, hogy 30 milliónál jár az oltottság, tehát annyit oltottak már el ebből a vakcinából, hogy a Szerbiában és Vajdaságban is, és még nem történt nagy... Amit Szlávik doktor úr mond, mivel szakember, az engem nyilván megnyugtat. Az apró problémám nem az ő kijelentésével, hanem a helyzettel az, hogy nem is az az érdekes, hogy csak, hogy én miben bízom, miben nem. Hát látjuk a közvéleménykutatásokat, halljuk most a hírekben is az orvosok panaszát, hogy nehéz összekanalazni azt a betegszámot, vagy páciens számot, aki az unió által még nem engedélyezett vakcinákat is beadatja. A közvéleménykutatás egy mérce arról, hogy hogy áll az ország bizalmi szempontból. Sajnos ezen az se segítene, ha én holnap 117 helyen szúratnám meg magam kínai, vagy akármilyen vakcinával. Ezen kellene segíteni. De az biztos nem segít, ha mondjuk ellenzéki politikusok azt mondják, hogy sem a kínaival, sem az orosszal ne oltasson senki, nem ajánlják. Sőt, a Demokratikus Koalíció polgármesterei azt kérték levélben Kásler Miklóstól, hogy az ő általuk vezetett kerületben egyáltalán ne lehessen oltani ilyen vakcinákkal. Mögött a kérés mögött természetesen az van, amiről beszélünk, hogy amit az unió egészségügyi hatóságai már igazoltak, abban mindenki bízik 100%-osan. És én csak attól félek, hogyha túl sokáig megy ez az információzavar, amiről te is beszéltél, akkor még lejjebb megy a bizalmi index, hiszen a közvéleménykutatások azt is kimutatták, hogy múlt héten egyik hétről a másikra valamelyes csökkent a vakcina iránti bizalom. Nem miattam, nem önök miatt csökkent, hanem a kicsit össze-vissza információk miatt. És természetesen az egyfajta garancia, hogy már sok ember beoltottak, és nem lett mellékhatás. Nézzük meg szerintem, hogy mit mondott erről a témáról, a vakcina témáról. De nem tudjuk, hogy még később mi lesz. Hát 3 hónapja oltanak, mit tudjuk mi, hogy mi lesz később, ezért kell a szakhatósági engedély. Nézzük meg Orbán Viktor, mit mondott erről tegnap, és egy kicsit már átvezet az ő beszédét, illetve most látható összefoglaló már a gazdaság újraindítás témakörét, amit szintén szeretnénk megbeszélni. Ez a 2 hónap, ahogy az elmúlt 1 év is, a koronavírussal szembeni küzdelemről szólt. A kormányfő szerint azért sikerült keretek közé szorítani a járványt, mert a kormány járványkezelése következetes, november óta nem változtattak rajta. A kormányfő hangsúlyozta, a járványgörbe 10 napja nem csökken, a mutáció miatt pedig újabb emelkedés jöhet, ezért az eddigi szabályok betartására szükség van, ugyanakkor nagy a vita az újranyitásról. Nem egyszerűen csak a zárva táblát akarjuk elfordítani a bejáraton, hanem újra akarjuk indítani a gazdaságot, sőt az egész polgári társadalmi életet. Orbán Viktor azt mondta, a járványból erősebben akarnak kijönni, mint ahogy belementek, de az újraindítás feltétele a vakcina. Nekünk minden olyan vakcina jó, ami biztonságos, és amivel a világon már több millió embert beoltottak. Azt pedig alig ha engedhetnénk meg magunknak, hogy amivel magyarokat oltanak a Vajdaságban, az ne legyen elérhető nálunk Magyarországon. Így a nyugati kínálaton túl 1 millió orosz, valamint 2,5 millió ember beoltására elegendő kínai vakcina érkezik. Hozzátette, reális esély van arra, hogy április elején 2 millió főt is meghaladja a beoltottak száma. No, hát mennyit segíthet ez, egy kicsit visszatérve a vakcinahelyzetre, a gazdaság újraindításában, illetve mennyiben függnek össze ezek a dolgok, nyilván egy kicsit szabadabban mozoghatnánk, ha többen lennek beoltva, és akkor talán megmozdulna valami a gazdaságban, és mit gondolnak erről? Hát én azt gondolom, hogy Magyarországon ugye szociális válság van, de nem a járvány okozta ezt, hanem ez már gyakorlatilag az elmúlt 30 éve, most már ez így végigkísér minket. Drámai volt tegnap, amikor a miniszterelnök fölment a pulpitusra, és azt mondta, hogy munkaalapú társadalom van, és hogy itt majdnem mindenkinek van ugyanannyi munkahely van, mint amennyi volt. Azt mondta, hogy ugyanannyian dolgoznak, mint a válság előtt. Tette hozzá, hogy az embereknek egy nagyon jelentős része, majdnem 1 millió ember, a minimálbére van bejelentve, az 300 és 450 euró között mozog Magyarországon. Sok százezren ez alatt kapnak, és nagyon sokan éppen csak fölötte.
Természetesen ugye ezért aztán 2-3 munkahelyen dolgoznak. Ez van ma Magyarországon. Ugye ezért is mondjuk mi azt a igen szolgáltatásban, hogy ugye 200.000 forintra föl kell emelni a minimálbért, mert egész egyszerűen ez nem élet, és a magyar miniszterelnök 11 év után, 11. évébe lép, fölmegy és büszkén mondja, hogy itt mindenkinek van munkahelye, meg lett, meg van. Hát igen, csak így belenyomorodunk éppen. A papíron végül is ez megoldja, amit ígért, hogy ne segítsen. A munkahadók, bocsánat, meg azt mondják, hogy még a tavalyi 8%-nak sem volt meg a fedezete, nem hogy 200, vagy nem tudom mennyit mondott most, hogy emeljék fel. Ugye 3,6%-ban is alig-alig tudtak megállapodni. Igen, hát ugye az az elképesztő, hogy Magyarországról a multinacionális cégek évi 6000 milliárd forintot visznek ki, pontosan tudjuk, hogy mennyi pénz megy ki a haveroknak, majdnem ugyanennyi. Én azt gondolom, hogy itt megvan a fedezete a magyar emberek munkának. Hát, hogyha Olaszországban almaszedésért lehet 2000 eurót kapni plusz szállást egy hónapra, akkor szerintem egy magyar tanárnő, vagy egy tűzoltó, vagy egy ápoló, és egy nagyon hosszú felsorás lehetne, igazán megérdemelni, hogy ne 150 meg 180 ezer forintért dolgozzon, hanem jóval több pénzért. Egyébként a tegnapi beszédben számomra nem az volt a drámai, ami elhangzott benne. Elmondta, amit nyilván kell, újra akarjuk indítani a gazdaságot, mindenki oltassa be magát. Okay. Most hagyjuk a vakcina problémát, hanem ami és aki hiányzott belőle, az emberek. Hát ez egy anyagilag kivérzett, megfáradt ország. Rengeteg család alig bírja már tovább, és most nem a pszichés károkra gondolok, azt majd valahogy ki fogjuk heverni. A miniszterelnök közben a segély szót olyan megvető hangsúllyal képes mondani, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy segítség. És erről nem volt szó. Nem is lesz, hogy ez egy óriási különbség az ellenzék és a kormány gazdaságpolitikája között, hogy az ellenzék mindig segítséget vagy segélyt, teljesen mindegy most, hogy hívjuk. A kormány meg mindig azt mondja, hogy Orbán Viktor is, ahogy tegnap mondta, ha munka van, akkor minden van. De lett? Nem, nagy volt a csábítás, mondta ezt ugye a... Na, ezen külön kiakadtam. Igen, az mondja, hogy nagy volt a kísértés. Segítettek, azért valakinél engedtek. Nagy kísértés volt az emberségre ezek szerint. Itt a munkaalapú társadalom ebben a járványban derült ki, kő alapú szívet jelent, és nem mást. Hogy még mindig három, a minimálbérről elmondtad, még mindig 3 hónap a munkanélküli ellátás. Aki csak novemberbe vesztette el a munkáját, nem is aki tavasszal, az már kikerült belőle. Még aki regisztrált is, annak is a fele az adatok szerint elláthatlan. Egy büdös fillért nem kap. A miniszterelnök azt mondja, ugyanannyi a munkahely, mint volt, de azt nem mondja mellé, hogy azt is dolgozónak tekintik, aki az elmúlt hónapban egy órát tudott mondani. 450 ezerrel nőtt azoknak a száma egy évhez képest, akik már nem teljes munkaidőben dolgoznak. A pincér, aki már csak napi 2 órára tud bemenni, amíg kiadja az elvihető ebédet. A taxisofőr, aki hozott ide engem az ATV jóvoltából, és elmondja, hajnali 2 óta kint van, és én vagyok az első fuvarja. Az a 450 ezer ember, amellyel több lett, aki csökkent munkaidőben dolgozik, az 450 ezer család, aki már számolja a hónap végén, hogy miből fog megélni. Ővelük mi lesz, miközben munkaalapú társadalomról papolunk? No, menjünk tovább, beszéljünk egy picit az ellenzéki együttműködésről is, az ISZOM-ról is, amelynek ön az egyik vezető tisztviselője. A hétvégén tartotta ugye az országgyűlési jelölt kiválasztásának az első fordulóját. Hány jelöltjük van most jelen pillanatban? Most jelen pillanatban ott tartunk, hogy egy ilyen 45-50 körzetben biztosan fogunk tudni már most állítani jelöltet, és az eredeti terveinknek szerint szeptemberre, őszre megleszünk a 106 körzetben. Fantasztikus hétvégén volt. Abszolút külön indulnak, tehát ez már el... Hát önállóan indulunk, igen. Akkor azok az információk pontatlanok, hogy 35 jelölt jött össze a hétvégén? Hát ugye, de hát azért természetesen, amikor a pártot megalapítottuk, azért már egy alapbázisunk ugye volt, ugye nem előzmény nélküli ez a... És a 35-ből egyébként mindeniket elfogadták? Vagy volt nem, hát eleve ez egy ilyen kiválasztási folyamat. Ugye mi meghirdettük ezt, hogy ugye évelején azt mondtuk, hogy mi nagyon baloldaliak vagyunk, és a szocializmust képviseljük, és ugye ehhez várjuk a képviselőjelölteket, és egyébként elképesztő, hogy ezt meghallották sok fiatal, egyébként nagyon sok vendéglátós, rendvédelmi is, és azért páran nyilván az idősebb korosztályból is.
És hát, mint mondtam, egy fantasztikus hétvégén vagyunk túl. Természetesen voltak, akiket be se hívtak, ugye itt ezért több körös volt, telefonos meghallgatások egyéb, és akik bejöttek, azok közül sem mind volt megfelelő, de egyébként sokkal-sokkal többen, mint ahogy azt én előzetesen terveztem. Nagyon-nagyon jó. Azt mondja, hogy nem külön indulnak, hanem önállóan indulnak. Igen. De hát a lényeg ugyanaz, hogy ráindulnak tulajdonképpen az ellenzéki összefogásban minden egyes kerületben. Miért nem mérettetik meg magukat az előválasztáson? Miért nem csatlakoznak ehhez az összefogáshoz? Igen. Mi az egész 2020-as évben nagyon sok kezdeményezést tettünk a többi párt felé, hogy az előválasztásban mi előválasztás hívők vagyunk, és szeretnénk részt venni. És nem hogy, tudnak elindulni? Hogy együtt alakítsuk ki programot, meg ezt az egész előválasztás dolgot. Ugye aztán úgy történt, hogy ez ugye nélkülünk indult el ez az egész ügy. Mivel egyébként semmi baj nincsen, meg én azért úgy érzem, hogy azért akik ebben a hat párban benne vannak, ezek inkább jobboldali liberális pártok. Hát el tudnánk, hogyha biztos el tudnánk, nem szeretnénk, mert nem is tudjuk, hogy mik a feltételek, nem is hívnak minket. Amiket hallunk róla, de hát ugye mi csak az újságokból értesülünk erről, azok olyan érdekesek, hogy akkor be kellene mondani, hogy hova szeretnénk, melyik frakcióba akarunk beülni, alá kell írni a programot, de hát nekünk is van egy programunk, elég komoly számokkal, ugye 200 ezer forint, a snettó minimálbér, 37 ezer forintos családi pótlék, 37 ezer forintos nyugdíj. Nagyon nagy lelkesedéssel nem fogadják az ellenzéki törvénytagjait. És csak azt akarom mondani még, hogy mi egyébként mindig ott ülünk annál a képzeletbeli tárgyalóasztalnál, most is, én is most ott is ülök akár, hogy beszélgessünk, tárgyaljunk, mi eddig borzasztóan, eddig is nyitottak voltunk, meg ezután is. Az előválasztáson így nem nagyon fogunk tudni részt venni. Egy rövid reakcióra maradt idő, mert mindenképpen reagáljon erre lendőjét. Természetesen. Annak a szavadnak örülök, nem haragszol csak annak most ebben a témában, hogy azt mondtad, hogy nyitottak vagytok. Szerintem nagyon nagy baj, és a közvélemény az ellenzéki közvélemény elvárásával is ellentétes, hogyha tagolódik az ellenzéki tábor, már pedig én egyáltalán nem vonom kétségbe a ti őszintén ellenzéki baloldali elkötelezettségeteket. Akkor pedig egyesíteni kell az erőket. A feltételek nyilván pontosan most alakulnak, de bárki elindulhat, aki majd bizonyos számú ajánlást összeszed, aki egy közös ellenzéki programmal egyetért. Nekünk sem, már az MSZP-nek sem fog minden programpontja bekerülni a közösbe. Remélem, hogy minél több. És ugyanerre minden pártnak van esélye. Én tényleg őszintén kérem, nem vagyok hivatalosan felhatalmazva, de kérem, hogy kapcsolódjatok be. Vedd ezt személyes invitációnak. Azt mondod, nem hívtak, én hívlak, nem én vagyok a hivatalosság, de mindenkit hívok, aki valóban rendszerváltozást akar, azokhoz képest, amikről épp most beszéltünk. Most kezdett nagyon érdekes lenni a beszélgetés, itt az utolsó percben. Most lejárt az idő. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.